Köszöntök mindenkit, harmadik hazai EB-s lejtezőjére készül a magyar válogatott, az ellenfél pedig San Marino. Természetesen kötelező a győzelem, és itt most már ténylegesen a finnek elleni botlást követően most már ezért jóval erősebb kezdőt küld Marco Rossi a pályára egy San Marino ellen. Meglátjuk, hogy azért itt most már összejön-e tényleg a győzelem. Ugye 13 ponttal vezeti a magyar válogatott a selejtező csoportot, úgyhogy összességében 3 pont az előnyünk a második második Csehországgal szemben. Ez mindenképpen jó. Magyarország San Marino, tehát jön a hatodik forduló és jön a hatodik EB-selejtezőnk, ami a magyar válogatott kezdőt illeti. Bekerül Sallai, Szoboszlai, Nagy Ádám, Kleinhessler, Gazdag, Lang, illetve a kapuba Gulácsi. Mindössze Bolla, Szalai Attila, Ningó, illetve Vécsei maradtak a finnországi mérkőzésről. Ami a San Marinoiakat illeti, ott kezdő Vitaioli, aki ugye a két csapat első mérkőzésén büntetőt hibázott. Ugye emlékezhetünk, hogy 1-0-ra sikerült nyerni Serravalléban San Marino ellen még a harmadik fordulóban, akkor Kleinhessler szerezte a győztes gólt, most Kleinhessler most is ott van a kezdőben. Na nézzük akkor szokásos összeállításában mind a két csapat, és elkezdődött akkor a Magyarország San Marino EB-selejtező. Bízunk abban, hogy sikerül javítani, és sikerül esetleg így 16 ponttal menni a nyári pihenőre, ahol lesz majd magyar U21-es mérkőzés, például az EB-n 3 is, Olaszország, Izland, illetve Lengyelország ellen, de többek között majd az E-futball éjszakáján a magyar válogatott majd Anglia ellen játszik gála mérkőzést, és csak utána folytatódik majd az EB-selejtező sorozat majd számunkra Velszben, szeptemberben, úgyhogy addig van még idő. Sallai kaprakta a labdát, tette hát a Nagy Ádámnak. Vécsei most már, Vécsei rosszul, de Négo elérhette volna, és azonban megszerzi, ugye először San Marinónál a labda a meccsen Golinucci. Golinucci tovább Hirschnek, és átívelt a másik oldalra Mularoni. Fel az égbe, Bolla fejjel, és hátra csúsztatja végül, ez pedig így Gulácsi. Jaj, Gulácsi, ez viszont eladott labda és hiba. Lang ment oda jól, ezt szerelte Vitaioli. Nagy Ádám, Gazdag. Bernardi üldözi Gazdagot, Gazdag még. Visszaszerzett labda után Battistini. Battistini Mularoninak, Mularoni, Bernardi. 15. perc, Bernardi. Kleinhessler, aztán Sallai. Egyelőre még nem volt helyzet, de hát emlékezhetünk, a finnek elleni meccs is így indult körülbelül. Gazdag most jónak tűnik, Gazdag középre, Vécseinek nem jó, sőt senkinek sem, ez egy nagyon rossz beadás volt. Vécsei, Négo indul a szélem, és kapja meg aztán a labdát. Négo Kirs mellett megy el jól, Négo még, Négo beadása, ott a fejes gól, Sallai. A 19. percben itt az első. Sallai fejelte be, aki Finnország ellen nem játszott, de legutóbb Velsznek gólt rugott, és most megvan az újabb gólja a selejtező sorozatban Sallainak. 1-0. A negyedik gólját szerzi már Sallai Roland. A csehek, a portugálok és a velsziek után ezután San Marino kapuját veszi be. Négo megy el itt, és küldi középre a labdát, Sallai pedig befejeli. Ez nagyon szép támadás volt. Négo gólpassz, Sallai gól. Vezet a magyar válogatott San Marino ellen 1-0-ra. És innentől kezdve már nyugodtabban futballozhatunk az első 20 percen belül, tehát sikerült meglőni az elsőt San Marinónak. Simoncini. Emlékezhetünk, azért nagyon nehezen ment Serravalléban a gólszerzés. Hát Kleinhessler bombájával lett meg a vezetés, ráadásul a San Marinoiaknak volt egy kiadott 11-esük, meg még egy kapufájuk is. Úgyhogy az bizony egy nagyon szoros mérkőzés volt ott. De győzelem lett a vége, és ez a lényeg. Gazdag, Szoboszlai, Nagy Ádám. Jó labda, Sallai helyzetben megint, és ott a második. 2-0-ra vezetünk, és Sallainak is megvan a második gólja. És a 25. percben már ez így egy magabiztos előny. 2-0. Sallai 5. gólja a selejtező sorozatban. Bekerült a kezdőbe, és rögtön duplázik fél órán belül.
2-0, és hát hogyha ezt így folytatjuk, akkor ebből még egy komolyabb győzelem is lehet akár. Szoboszlai teszi tovább, Nagy Ádám, és végül Sallai bombázza be a magyar válogatott második gólját, és ezzel Magyarország San Marino 2-0. Bolinucci, Simoncini, íveli végül fel, Szalai Attila, lefejelt labda Kleinheisleré, Kleinheisler, Vécsei, jött segíteni, ott Palazzi volt rajta, Sallai, jó játék, Vécsei zicserben, Vécsei lövi el mellé. A könnyedén ő is gólt szerezhetett volna. Marad azonban egyelőre a 2-0. Mint jön középre, Szoboszlai leteszi, jön Vécsei, és aztán mellé durrantotta. Kár érte, könnyedén meg lehetett volna a 2-0. Hát egyelőre többet a labda a magyar válogatott ellen kis arányban. Palazzi felívelt a Szalai Attila most már. Szalai, Szoboszlai, Kleinheisler, Négo, Szalai, itt a Jóli rajta, Nagy Ádám. Szoboszlai tette le, Vécsei, Sallai, egyből pöcköli tovább, Gazdag. Gazdag még, felemeli Kleinheisler. Na, mi lesz ebből? Egyelőre semmi. Szoboszlai. Szoboszlai lő! Nem volt veszélytelen, és váratlan volt egyben a lövés. Benedettinire nem is tudott volna mozdulni, nem is mozdult. Marad a 2-0 a Battistini. Az íven és Szalai Attila engedi át. Gulácsi. Inkább elrúgja. Nagy Ádám tovább, Gazdag. És jó lehet még Szoboszlai. Tovább tette ott Kleinheislernek. Kleinheisler jön segíteni Vécsei. Vécsei középre, Sallai még egyel tovább. Szoboszlai kerülhet helyzetbe, és 3-0. Szoboszlai is gólt szerez, az első gólja a selejtező sorozatban. És a 41. percben most már így kiütjük San Marinót. 3-0. Szoboszlai tehát a gólszerző. Itt Vécsei teszi középre, megkapja Szoboszlai, és hát ebben az egyszerben nem hibázik. Hát ez jóval simább meccs lett, mint a kinti találkozó. Ugye szeptemberben fogadjuk majd Wales-t, illetve utazunk majd Wales-be, és fogadjuk a finneket, októberben pedig jön majd a hazai csehek elleni találkozó Gazdag közben. Gazdag középre, Szoboszlai maradt le, és Vécsei is, Palazzi rúgja el, és majd a portugálok otthonába is ellátogatunk, a csehek ellen itthon zárjuk a selejtező sorozatot. Ez a 4 meccs maradt ugye szeptemberre, illetve októberre. Szoboszlai, és itt a vége az első félidőnek. Magyarország San Marino 3-0, Szolai duplázott, betalált Szoboszlai is, meggyőző magyar vezetés az első félidőben. A második félidő is elkezdődik tehát. 3-0-ra vezet a magyar válogatott. A duplázó Sallai lejött, a helyére érkezett Ádám Martin, érkezett Sőnő Vécseit váltotta, illetve Fiola is játszik a mai mérkőzésen, ő pedig Bolla helyére érkezett, Nagy Ádám pedig lejött Stiles a folytatásban a helyén, úgyhogy négyet is cserélt Rossi a szünetben, nyilván azért többnyire a rotáció miatt. Ádám Martin ugye a harmadik gólunkat lőtte Finnországban 3 napja, ez ugye döntetlen tért. Gazdag, rossz labda, Simoncini. De ugye Sőn is játszott azon a meccsen, vagy például Stiles, aki most beállt, ők is kezdők voltak. Fiola az, aki nem játszott itt sem a finnek ellen, de most itt San Marino ellen a második fél időben Bolla helyett játszott. Ugye Bolla kezdő volt a finnek ellen is, sőt gólt is szerzett. Most pedig egy fél időt játszott itt San Marino ellen. Stiles, ez még meg is lehetne. Még ő Palazzi. Palazzi felíveli, Long. Jó volt a lefejelt labda, Gulinucci. Gulinucci-tól Kleinheisler szerzi vissza, és ezzel meg lehet lódulni bizony Kleinheisler. Leteszi Szoboszlainak, Szoboszlai még egyel tovább jön Gazdag segíteni neki, 60. perc már, Gazdag. Gazdag még egyedül, Gazdag középre, ott a helyzet, és Ádám Martin belelövi Gulinucciba. Ádám ugye kezdő volt Serravalléban, ott nem jött neki össze a gól. És most is sajnos nagy zicsert hibázott. Kleinheisler emeli be
Ádám helyzetben megint, és ez meg mellé megy. Hát Ádám két gólt is lőhetett volna most. Marad a 3-0 azonban. Jön középre a labda, Ádám szinte teljesen üresen. Sajnos kapu mellé vágta. Többet a labda. Továbbra is a magyar válogatottnál elég nagy fölényben. Lang. Ez ugye Gulinucci. Ádám. Sorokkal tovább. Szoboszlai. És végül Gulinucci szerzi meg. Berárdi. Gazdag lép neki rá, de nem tudta megszerezni Gazdag. Milleroni. És végül Fiola. Stiles. Már tudta tenni. Szoboszlai. Szoboszlai. Az jó lehet ott. Schön. És Schön ezzel megléphet. Schön küldi középre. Ajjaj. Nagyon lecsúszott Schön lábáról ez a beadás. Benedettini. Könnyedén kipasszolja csak Battistini. Battistini pedig fedíveli Szalai Attila. A fejlett labda után Szoboszlai már. Ajjaj, Szoboszlai hiba. Vitajoli mehet. Vitajoli gólhelyzetben és egy remek Lang Ádám becsúszás után már mi jöhetünk ellentámadással. Lang. Lang szólóba kezdett, aztán elveszíti Gulinucci. És hát, hogyha visszaemlékszünk, hogy nem is volt helyzete a San Marino-i csapatnak a meccsen. Gulácsinak nem igazán volt dolga. Schön. Ádám Martin. Ezzel a magyar válogatott 16 pontos így a csoportjában. Mindössze 2 pontot veszítettünk, a megszerzhető 18-ból 16 pont nagyon jó arány 6 meccs után. Szalai Attila labdát szerez, ráadásul szabadrugás a mieinknek. Szalai Attilát ugyanis itt megrúgták. Vitajoli volt az, így van, úgyhogy jogosan jár a szabadrúgás kifelé. Gulácsi végzi el, akinek úgy néz ki meg lesz ez a meccs is kapott gól nélkül. Akár csak a kinti találkozó, ugye az összes többi meccsen kapott gólt a magyar válogatott. Ádám Martin jól teszi le, Szoboszlai jön meg, nem lőtte rá, hanem inkább kiteszi oldalra Gazdagnak. Gazdag, és végül Battistini, az aki megszerzi Mulleroni. Berardi hátra Battistininek. Battistini felívelte, Szoboszlai csúsztat háttal a kapunak Ádám Martin. Ádám teszi le, megjön ott Schön, és az óriási gólhelyzet. Schön egyedül, az be kell lőni, Schön még mindig elszórakozta, Benedettini fogja meg. Volt egy nagy védés a meccsen, ugye Benedettininek ennél az Ádám Zitzernél. Ott azért meg lehetett volna a negyedik gól, de túl sok helyzetünk nem volt a második fél időben. Nyilván érthető, ez már a negyedik meccs rövid időn belül, és már el is dőlt. Szoboszlai, még egy távoli lövés, ebbe meg bele álltak a San Marinóiak, ez pedig itt szabadrúgás lesz majd, csak sajnos kifelé. Ráadásul még egy sárga lapot is ad a játékvezető Gazdagnak. Ez az ilyen felesleges szabálytalanságok itt a végén, ilyen állásnál azért nem hiányoznak. Főleg nem, hogy sárga lap a vége. Benedettini. Szoboszlai, jó a fejes. Ádámhoz eljut. Ádám. Szeredik Gulinucci. Palazzi. Csavoli. Csavolivel Vitajolinak, Szalai fejjel. Ádám, és itt a vége a mérkőzésnek. Úgyhogy a magyar válogatott kötelezően hozta a San Marino elleni hazai EB-s elejtezőt. 3-0-ra győztek a mieink. A San Marinoiak ellen is 16 pontjával első helyről várja a szeptemberi folytatást majd a magyar válogatott.